A Mi Hazánk mozgalom szolidáris a postásokkal, támogatjuk a szombatra meghirdetett tüntetésüket, amelyet 10 órakor a Batthyány téren a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épülete előtt fognak tartani. A tüntetés oka nagyon egyszerű, és éppen ugyanannyira elkeserítő is. Az, hogy ma Magyarországon egy postás fizetésből gyakorlatilag nem lehet normálisan megélni. Ez nem vélemény, ez ténykérdés. Gyenge fizetések, rossz körülmények, csoportos leépítések, postabezárások, nyomasztó értékesítési elvárások, csak hogy egy párat emeljek ki címszavakban, amelyek jellemzik ma a magyar posta helyzetét, de ez a helyzet gyakorlatilag már évek óta tart. És most erre rájön még az is, hogy ahogy értesültünk róla, azon folyik a diskurzus, hogy 2 vagy 3% béremelést kapjanak a postások. Ez egész egyszerűen semmire nem elegendő, és azokat a szakszervezeteket, akik nem hajlandóak partnerek lenni ebben a idézőjeles bértárgyalásban, őket ki is zárták a tárgyalási folyamatokból. Ez a két szakszervezet fogja egyébként szervezni a szombati tüntetést. A kézbesítők szakszervezete és a postások független érdekképviseleti szakszervezete. Célkitűzéseikkel maximálisan egyetértünk. A Mi Hazánk mozgalom is érdekelt abban, hogy a magyar postát végre az őt megillető helyére tegyük, és a magyar postás számára megbecsülést vívjunk ki.